Bököny a 14 település egyike a választókerületben, ahol megvalósul a szennyvíztisztítás és a hozzátartozó hálózat építése. A szennyvízhálózat átadása már korábban megtörtént, most a szennyvíztisztító telep beruházása fejeződött be. A beruházás Bökönyre első része több mint 1,5 milliárd forint, amiből 10 000 folyóméter bekötővezeték és több mint 22 000 folyóméter gerincvezeték is épült. A választókerület 33 településén történik most Európai Uniós programok jóvoltából szennyvízhálózat építés. Hála Istennek, jól állunk ebben a tekintetben, mert hogy szinte minden településen elkészült ezen beruházás, ami itt Bökönyben is a település történetének egyik legnagyobb beruházása, hiszen Újfehértóval közösen 3,6–3,8 milliárd forintos beruházást jelent ez a két településnek. Ezzel a beruházással Bököny elérte a teljes közművesítést, a lakossági rákötések aránya közel 70%-os. A tervezési paraméter az 300 köbméter per napos. Gyakorlatilag ez egy kombinált egyműtárgyas szennyvíztisztító telep. Azt jelenti, hogy minden egyműtárgyon belül van összes tisztítási fokozat, és egy rendkívül hatékonyan, kifejezetten erre az alföldi térségre tervezett. Gyakorlatilag az egyik legkorszerűbb technológia, ami létezik. Jelenleg közel sincs kihasználva az új telep teljesítménye. A gazdaságosság és a hatékonyság érdekében minél teljesebb működtetésre törekszenek, így a közeljövőben Geszteréd önkormányzata is csatlakozhat a szennyvíztelephez. A hétvégén Bökönyben nem csak ezt a projektet zárták le, hanem a megújult óvodai konyhát is átadták. Mindenképpen az a jelentősége, az a legnagyobb jelentősége, hogy egy 400-500 férőhelyes konyhát tudtunk felújítani, ami a lakosság, illetve legfőképpen az óvodások és iskolás gyerekek étkeztetését biztosítja. Menü étkeztetés van, főleg abban az évben is akkor. Hát még egy kis eszköz, meg anyag költség kellene rá, de majd csak kigazdálkodjuk valahogy, de így is szép. A település óvodájának konyhája a 33 millió forintos beruházásból teljesen új műszaki berendezéseket kapott, és szeptembertől készen áll a gyerekek étkeztetésére.